Agrárkárenyhítési rendszer, jégkármérséklő rendszer, mezőgazdasági biztosítás. Korábban ezek voltak azok a lehetőségek, amivel a gazdálkodók kompenzálni tudták a bevétel kiesésüket. Mindezeket azonban kizárólag a szélsőséges időjárás, így például a hetekig tartó eső vagy aszály, illetve a vihar miatt bekövetkezett károk után lehetett igénybe venni. Februártól ugyanakkor létrejött egy kockázatkezelési rendszer, amelynek részeként krízisbiztosításra is igényt tarthatnak a mezőgazdaságban tevékenykedők. Ezzel a konstrukcióval az értékesítés nehézségeiből adódó kiesés pótolható, ráadásul azok a szereplők is igénybe vehetik, akiknek eddig nem volt ilyen lehetőségük. Ezekből az állattenyésztők szinte mondhatnánk, hogy teljes mértékben nem tudtak ebben részt venni. És a régi vágy teljesült most ezzel a krízis biztosítással, ugyanis ez lehetőséget ad az állattartóknak, állatbetegség, ilyen fertőző betegségek esetének a kivédésére, és a növénytermesztők számára is egy új lehetőséget biztosít, ugyanis ez a krízis biztosítás egy jövedelem kiesést akar pótolni. A biztosítás feltételrendszere ugyanakkor szigorúnak mondható, hiszen 3 évnyi jövedelemigazolással kell bizonyítani a bevétel kiesést. A kockázatkezelési alapból a gazdálkodó akkor tarthat igényt krízisbiztosítási kompenzációra, ha az elmúlt 3 év átlaga alapján számolt jövedelme legalább 30%-kal visszaesik. A termelő jövedelem kiesésének legfeljebb 70%-a kompenzálható. A kifizetésekre nem csak az évente befizetett termelői hozzájárulások nyújtanak fedezetet, hanem az azt kiegészítő vidékfejlesztési támogatás is. A krízis biztosítási rendszer fedezetének 30%-a a termelői befizetésekből, 70%-a pedig a vidékfejlesztési támogatásból adódik össze. A Kamara megyei szervezetének elnöke elmondta, az elmúlt 1 évben rengeteg gazdának okozott problémát, hogy eladja termékeit, hiszen a koronavírus járvány miatt az éttermek és menzák csak korlátozott kapacitással működtek. Sok ilyen kis termelőnek volt szerződése, vagy beszállítói biztos piaca konyhákra és ehhez hasonlókra, akár ilyen kifőzdékben is. Ezek mind ugye úgy működnek, ahogy ismeri a helyzetet mindenki, most jelenleg nem csak Magyarországon, hanem Európában is, vagy a világban is. Kevés ilyen felhasználás, és így a zöldségfélékben mondhatnánk itt a sárga répa. Hát amit a kisgazdaságok szállítottak be, arra mindre jellemző az, hogy most eladhatatlanná válik, és az, hogy következni fog a tavasz, egyre problémásabb helyzetet fog teremteni, én attól félek. A krízisbiztosítási rendszerhez önkéntes alapon kérelem benyújtásával lehet csatlakozni a Magyar Államkincstárnál. A belépésre azonban évente egy meghatározott időszakban, februárban van csak lehetőség. A tudnivalókkal kapcsolatban a gazdálkodóknak a falugazdászokat érdemes felkeresniük.